ő megvakult, tehát ugye ettől a fényjelenségtől, amit a megváltóval való találkozás okoz számára. Péterről pedig, hát tudni kell, hogy ugye ők Rómában együtt halnak meg, Péterről tudni kell, hogy neki három ünnepét is ülik a középkorban, tehát itt is a naptári elemzés, hát nagyon kétséges, hogy melyiket vegyük ki. Egyébként is a középkorban azt tudni kell, hogy június 30 volt Pál, június 29 Péter, tehát így álltak egymás mellett a naptárban, nem pedig egy napon volt Péter és Pál. Péterről tudni kell, hogy legalább három ünnepe volt, ugye az egyik az február 22, másik az június 29, a harmadik augusztus 1, ugye ez bilincses Szent Péternek a napja. Na most ez is kérdéses, hogy melyiket emelem ki belőle. Én egyébként azt gondolom, hogy azt érdemes kiemelnünk, amelyik leginkább jellemzi a magyarságot, mert mi a február 22-i ünnepet azt másképp ültük meg, mint a világ. Tudnék, a világban itt Péternek az antiochiai székfoglalását ülték, annak az ünnepe volt. Ugye mi ezt a napot szerencsétlen napnak tartottuk, a germánoknál jellemző módon ez tavasz kezdő nap. Tehát mi másképp gondolkozunk. Ugye mi ezt úgy hívtuk, hogy üszögös Szent Péter napja, az üszögtől ekkor lehetett megvédeni az életet, a feketedéstől, ugye a szemes gabonát. Ilyenkor a fénnyel tettek misztériumot, egyébként pedig nagyon jól lehet tudni és érezni, hogy a magyarság azért tudja azt, hogy szerencsétlen nap, mert nagyon ősi nép, és tudja azt, hogy ebben az időszakban, február 22-e körül a teremtésben a tér és az idő rendje megbomlik. Nagyon érdekes, hogy az összes naptár, összes régi naptár, amelyik megpróbálta a tér és az idő egységét rendbehozni, az mindig itt pótolt vissza. Hát a mai napig itt vannak a szökőnapok, nem tudom, hogy érthető-e. De ezt tényleg ki lehet mutatni ugye a sumér kultúrán alapuló akkád naptáron, és ki lehet mutatni a római naptárnál is. Itt pótolnak vissza. Ez azt jelenti, hogy tér és idő között megbomlik az egység, a napokat kell visszaraknunk, hogy az életrendje helyreálljon. És éppen ezért a magyarok ilyenkor úgy tartották, hogy a holtak vannak jelen, az árnyékvilágban jelen, holtakat etettek, a debreceni kódex 1519-ből nagyon szépen elmondja. És ilyenkor van jelen a halálnak a félelme, éppen ezért azt cselekedték meg, hogy a szemes gabonát táblából egy tányért odahelyeztek a mindig égő örökmécses alá, és úgy, hogy a kereszt árnyéka ráesen, és ettől úgy gondolták, hogy az életet megóvják gyakorlatilag a feketetéstől. Tehát a fénnyel mágiáztak. Ezért mondom, hogy nem mindegy, hogy a keresztény kultúrkörben melyik időszakra teszem a Szent Korona elkészülését, és az sem mindegy, hogy milyen névünneppel próbálom megmagyarázni a Szent Koronának a működését. Én azt gondolom, hogy ez azért is fontos ez az ünnep nekünk, mert február 22-e, ezt kevesen tudják, a Pilisnek, a papi Pilisnek az ünnepe. Tudnélik, tonzúra. Papi tonzúra. Péternek az antiochiai székfoglalás előtt őt megszégyenítették, és leborotválták a fejét. És éppen ezért ezen a napon ülték a papi tonzúrának, a koronának az ünnepét, a Pilisnek az ünnepét. Elmondja Dionysos, hogy azt mondja, hogy azért kell lenyírni a szerzetesnek a fejét, hogy kifejezzük azt, hogy Isten igéje és a szerzetes közé semmi nem állhat. Most ez megint nagyon érdekes, mert az ige testesülésével állunk szembe. És Péternek ott is található, meg Pálnak, meg Jánosnak, meg Jakabnak nagyjából a Pilisen, a más kultúrában, a koronacsakránál. Most ennek a közepében van elhelyezve ugye a felső pantokrátornak a lemeze, és ott is nagyon érdekes, erre majd visszatérünk. Nagyon érdekes, a kereszt nem akár honnét nőtt ki, hanem a pantokrátornak a köldökéből nő ki a kereszt. Most azt is tudjuk, hogy az nem igaz, hogy a keresztet utólag rakták volna föl a Szent Koronára. Ezt a 80-as évek végén elterjedt, 90-es évek elején, hogy barbár módon átfúrták a test, nem fúrták át. Hát ez úgy készült, ezt onnét tudjuk egyébként, hogy Ipolyi Arnoldék annak idején, a 19. század végén leszerelték a keresztet, és fényképet készítettek róla. Itt ez egy fénykép. Ilyen volt, fel van peremezve a köldöke, szánt szándékkal készült így a kereszt. Ez egyértelmű. Most itt a kereszt dőlés szögével van érdekes problémánk, mert én a Ferenc Csabával értek egyet, hogy ők felfedezték, hát ők nagyon sok mindent felfedeztek, ezért mondom, hogy nem elegendő, majd négy előadást tartunk össze. Hát ők felfedezték, hogy csodálatos arányrendszere van egyébként magának a Szent Koronának, ugye a hüvelyk rendszerre épül föl, 24,5 mm azt hiszem a hüvelyk. Egy hüvelyk pontosan a homlokzati pantokrátornak, a trónusának a mérete. Azzal ki lehet mérni az egész világot. Ez a méret egyébként, ez a felső pantokrátoré, de ez megegyezik azzal. Tehát ki lehet mérni az egész világot, az egész koronát. Ugye két hüvelyk az abroncs, két hüvelyk a magassága, két hüvelyk a keresztpánnak a szélessége, egyébként három hüvelyk magas ugye a keresztpán, együtt az abroncsal öt hüvelyk magasságú, de gyönyörű nyolc hüvelyk a szembenézeti átmérő. És egyébként, ha benn van a kappa, egy hüvelykel van a korona felette, a koronázandó feje fölött. Tehát gyönyörű arányrendszere van ám.
Most ők felfedezték azt, hogy a kereszt dőlésszöge az döbbenetes módon a Föld forgás tengelyének dőlésszögével egyezik meg, nagyjából 23,5 fok, és hát itt azon folyik a vita, hogy így készült-e a korona, vagy nem. Én azt gondolom, hogy neki ott azért sok minden igaza lehet, túl azon, hogy műszaki bizonyításhoz is hozzákezd, de sok minden igaza lehet arról, hogy ugye amikor leszerelték a keresztet, akkor még kiszerelhető volt. És az 1916-os időszakban, a javításkor már véglegessé tették ezt az állapotot. Tehát most nem lehet kiszerelni a Szent Koronára a keresztet, nem lehet leszerelni. Most ő azt mondja, és ebben van is logika, ha már hozzányúltak, logikus lett volna, hogy akkor egyenes lesz a kereszt. Hát akkor ugye, ha már úgy is javítom, akkor nyilván az eredeti állapotot állítom vissza. Egyébként mondai hagyományból is ki tudom mutatni, hogy földre érkezést várnak, egyébként is alászáll a korona. Magyarországon július 8-án az égből kapnak egy levelet, egy angyalt a magyar nemesek, hogy július 8-án, aki vasasztalról eszik, az lesz Magyarország királya. És akkor elkezdenek vasasztalt csináltatni a magyar nemesek, és Szent István és ugye más variációkban Mátyás, ugye kint dolgozik a földeken, aztán délidő van, és hát nincs hol milyen asztalhoz hozzájönni, hát kifordítják az ekevasat, és ott elkezdenek enni. És már akkor érkezik alá a Szent Korona az égből, és akkor rárakják Mátyás vagy Istvánnak a fejére, de ő nem tudja, hogy mi az, és az ösztökével odacsap, ugye az ostorra, és ettől ferdül el a koronának a keresztje. Most ezt le lehet elemezni különben, hogy bizony mind földjegy, ami ebben a történetben van, és tényleg nagyon is valószínű, hogy egy ilyen fajta alászállási útvonalba egy ilyen dőlésszögnek jelentősége van. Egyébként pedig még annyit elmondanék, hogy valahol a gyümölcsoltás innét indul el, mert nem láttam észre gyümölcsfát, mint Úr Jézus keresztfáját, mert az vérrel virágozik, kékjeivel kibömbózik. Tehát lehet érezni, ez egy gyümölcsfa, a kereszttel indul el. Na most a kereszt meg az atyába gyökerezik, az a mi nyelvünkön beszél. A köldök meg a küldés az összetartozó fogalom nálunk. Ez egy apostoli korona, ráadásul ugye az apostolos az azt jelenti, hogy küldött. De egyébként a latinból meg a onfaloszból nem fog összejönni, mert ezek nem azonosak. Nálunk igen, a köldök és a küldés az azonos, nem tudom, hogy érthető-e. Hiszen ugye a latinban a köldök az umbilicus, a küldött meg missus. Apostolos, onfalos, ugye a görögbe. Tehát nem jön össze. Az én nyelvemben összejön. És az atyában gyökerezik. Egyébként a magyar korona, én állítom, hogy a képi nyelve az magyar. Hiszen kereszt szemekről beszélhetünk, az ige, a kereszt pedig az atyában gyökerezik. Egyébként nagyon érdekes, orvoscsoport nagyon szépen fölhívja a figyelmet, ezért is gondolom, hogy a dőlésszög az azonos lehet, hogy a vetülete a keresztnek, az pontosan a tobos mirid, a corpus spinale, ugye, ami az időbeli fejlődést szabályozza, és azt indítja újra, úgy tűnik. Pontosan odaesik. Ez egy nagyon érdekes kérdéskör, majd még erre visszatérek, hogy mi lesz ennek a jelentősége, hogy a köldökéből nő ki, de a lényeg az, hogy onnét indul el. Egyébként olyan, mintha, ugye látjuk, hogy Péternél ott vannak a kulcsok, ugye olyan, mintha ő ismerne fel, Pál pedig elindítja a folyamatot. Péternél egyébként is a kulcs az egy külön kérdéskör most ebben, nem, de ez nyitja meg ég és föld között a kulcsot egyébként.